Szeptember 25-én került sor a Tisztítsuk meg Magyarországot elnevezésű projekt önkormányzati pilot programjának sajtótájékoztatójára városunkban, a Sarvay utcában. 8 magyarországi település érintett a programban. Sümeg Palkovics László minisztertől kapott meghívást a részvételre, melyet kormányhatározat is megerősített. Részt vett az eseményen dr. Boros Anita építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkár, Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő és Vég László polgármester. A Sarvay utcában és a város más pontjain is illegális hulladéklerakók keletkeztek az elmúlt években. A legnagyobb kiterjedésű ez építési törmelékeket, kő- és aszfaltkupacokat tartalmaz. Mindezek felszámolása megtörténik a következő hónapokban a jelenleg zajló pilot program segítségével. Nagy előnyt jelent ez a városnak. Dr. Boros Anita államtitkár tájékoztatójában kiemelte. Magyarország kormánya ez év februárjában döntött a klíma- és természetvédelmi akciótervben arról, hogy meg kell kezdeni az illegális hulladék felszámolását. Ennek érdekében indították el a projektet. Szeretnénk elérni, hogy egymásra épülő intézkedésekkel elérjük azt, hogy a magyar hulladékgazdálkodás új alapokra helyeződjön, és hát mindenek előtt a környezetünk, az országunk tényleg megtisztuljon, és ez a megtisztulás egy hosszú folyamatnak, egy hosszan tartó folyamatnak legyen az első állomása, hiszen nem elegendő most pillanatnyi eredményeket elérnünk, azokat fenn kell tartanunk, ezt pedig csak közösen tudjuk a kormányzati szervekkel, az önkormányzati szervekkel és az állampolgárokkal, vállalkozásokkal, civil szervezetekkel együtt. A javaslat az, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer racionalizálása megtörténjen, emelte ki az államtitkár. Mi célunk éppen az, hogy azokat a dolgokat, amiket most javarészt kidobálunk, valahogyan visszajuttassuk a gazdaságba, mert ha belegondolnak, akár egy ilyen hátul mögött látható építési bontási hulladékra gondolunk, hogy akár egy műanyag termékre, legyen az egy samponos doboz, azt a dobozt, azt az építési anyagot, azt valaki legyártotta. Annak gazdasági értelemben véve is van értéke. Ez az érték most itt van kidobva. Noha, az ilyen építési bontási hulladékot, hogyha megfelelően lenne kezelve, aprítva, akkor vissza lehetne vezetni a gazdaságba úgy, hogy egy másik épületbe vagy egy útba be lehetne dolgozni. Ugye ez lenne a célunk, hogy minden hasznos anyagot, amit csak lehet, visszadolgozzunk, visszajutassunk ebbe a körforgásba. Közreműködő szervezetek révén jelölték ki a helyszíneket, amelyek lefedik az összes település típust, a legkisebbtől a legnagyobbig, hogy láthatóvá váljon, melyek a legkardinálisabb problémák. Hiánypótló ez a program, emelte ki dr. Boros Anita államtitkár, hiszen szélmalomharc folyik az évtizedek alatt keletkező felhalmozódott és folyamatosan újra termelődő hulladéklerakók felszámolása érdekében. Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő hangsúlyozta, az oktatás rendszer ráállt már arra a struktúrára, hogy olyan fiatalokat nevelnek, akik környezettudatosan élnek, ezáltal környezettudatos jövőt építenek fel. A fiatalok fogékonyak erre a témára. Én nagyon örülök annak, hogy ez oktatási szinten már elindult, de kellenek továbbra is az olyan programok és az olyan lehetőségek, pályázatok, amelyek meggátolják, hogy ilyen szeméttelepek létesüljenek, mint amilyet itt is látunk. Én nagyon örülök annak, hogy kormányprogram foglalkozik már azzal, hogy megtisztítsuk az országot, és lehetőség szerint egy olyan környezetet teremtsünk, amelyben jó élni, amelyben jó utazni. Tudatosan kell építenünk azt a társadalmat, hangsúlyozta az országgyűlési képviselő, amely megakadályozza az újra és újra előkerülő hulladéklerakó problémát. Én országgyűlési képviselőként és a Fidesz frakció elkötelezett és a kormánypárti frakciók elkötelezett a tekintetben, hogy szigorítsák a büntető törvénykönyvet. Múlt héten volt frakcióülésünk, ahol államtitkár asszony és Palkovics miniszter úr előadást tartott, és pont ezt a célt szolgálták, hogy a kormányzatnak van ilyen szándéka. Kérték a Fidesz és a KDNP frakciót, hogy támogassák a tekintetben a szakembereket, hogy ez a szigorúbb törvénykönyv ez megszülessen. Én maximálisan támogatom ezt, és egészen biztos, hogy részt kívánok venni ebben a szigorításban és a munkában, mert úgy gondoljuk, hogy kell az állampolgárok tekintetében is a szigor, hogy ne fordulhasson elő ilyen dolog.
Vég László polgármester azt emelte ki tájékoztatójában, hogy mindig távolabbra kell tekinteni, fokozottan kell vigyázni környezetünkre, főleg azokon a településeken, amelyek az idegen forgalomban is jelentős szerepet töltenek be, így Sümegen is. Abszolút egyet értek a törvényi szigorításokkal is, abszolút egyet értek azzal, hogy számítunk és számítsunk az állampolgárokra, és valóban kétfelől. Tehát nyilván az is fontos, hogy az állampolgárok jelenthessék, hogyha egy ilyen illegális szemétlerakóra bukkannak, de az is fontos lenne, engedjék meg nekem, hogy talán még fontosabbnak tartsam, hogy úgy is kéne viselkedni minden állampolgárnak, hogy ezek az illegális szemétlerakók ne is jöhessenek létre. Köszönetét fejezte ki a város polgármestere ezért a programért, a lehetőségért. Én is nagyon szépen köszönöm magát az ötletet a kormánynak, és köszönöm ezt a programot a minisztériumnak, és nyilván Boros Anitának is köszönöm, de külön szeretném megköszönni Palkovics miniszter úrnak is azt a lehetőséget, hogy Sümegnek igazából felajánlották, hogy bekerülhet a pilot programba. Mi nagy örömmel vettük ezt az önkormányzat, természetesen, és tulajdonképpen nem csak azért, mert segítséget remélünk itt ennek a helyzetnek a megszüntetésébe, hanem azért is, mert valóban Sümegen már régóta, évek óta mi is egy ilyen szélmalomharc-szerű küzdelmet folytatunk egyébként az illegális szemétlerakás ellen, és annak kifejezetten örülünk, hogy ebbe a programba így bekerülhettünk, és Sümeg neve is ott szerepel, hogy így fogalmazzak az előharcosok vagy az élharcosok között, akik most tehetnek ezért, mert nyilván ez a pilot program hát saját terhek vállalásával is együtt jár. A Sarvay utcában építési törmelék halmozódott fel, úgynevezett inert hulladék, melynek nagy része aszfaltdarabok, kövek, föld újrahasznosítható, emelte ki a polgármester. Mindenkit várok ide, zárta gondolatait Vég László, amikor a program segítségével megtisztítottuk ezt a területet. Sümeg azon 8 települések egyike, ahol elsőként valósul meg ez a program. A kormány tervezi a folytatást is, nagy feladat hárul a szakemberekre. Ezeket a próbahelyszíneket most megvizsgáljuk, tehermentesítjük, és közben a belügyminisztérium már dolgozik egy nagy pályázati konstrukción, amelyben a települési önkormányzatok tudnak pályázni. Ugye meg van határozva a kormányhatározatunkban, hogy az elszállítási és a kezelési költségekre mennyit lehet fordítani. Tehát viszonylag reményeink szerint ez egy gyorsan lezongorázható, gyorsan megvalósítható pályázati konstrukció tud lenni. És akkor ugyanez a helyzet a különböző civil szervezeteknél, az egyéb szervezeteknél, aki ennek a területén esetleg tényleg hasonló devianciák tapasztalhatók, vagy pedig ugye a hulladékradarba bejelentett bejelentéseknek a felszámolásába is várnánk majd a civil szervezeteknek és az egyéb szervezeteknek is a bekapcsolódását. Úgyhogy mi ezt a programot mi ugye december 31-én zárjuk, de ez az első ütem, és ez alapján beszámolunk a kormánynak, hogy milyen eredményeket tudtunk elérni most 3-4 hónap alatt. Nyilván ezt most nagyon sok minden befolyásolja a járványhelyzet második hulláma, jön a tél, tehát hogyha nagy hó lesz holnap után, akkor ez egy kicsit behatárolja a lehetőségeinket, hogy összeszedjük a hulladékot, de ettől eltekintve mi hosszú távra tervezünk, tehát azt gondoljuk, hogy mivel évtizedek alatt felgyűlemlett problémáról van szó, egészen biztosan több évre van szükség, vagy lesz szükség, mire felszámolunk mindent.